Gémesi György van velünk, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat! Hát a kormányzat önkormányzatokkal kapcsolatos politikájáról, meg a helyi lehetőségekről, a koronavírus elleni lokális harc ügyeiről szeretném önt kérdezni. Hát mindenek előtt ugye ez van most a hírek élén, Göd ügye, vagy az úgynevezett különleges gazdasági övezetek létrehozása, ami ugye Göd tekintetében nyilván az első próbálkozás és egy mintavétel, hogy meg lehet ezt csinálni. Minden esetre Göd esetében már sikerült legalább egyharmadát elvonni a település pénzeinek. A Samsung gyár iparüzési adója ugye a megyéhez kerül. Mit gondol erről az egészről? Hát tulajdonképpen itt a koronavírussal való hivatkozással az önkormányzati rendszer további kifosztása történik. Ez most már világosan látszik, pedig én magam is és más polgármesterek, akik eljutnak a különböző médiumokra, világosan tudomására hozták a kormánynak, hogy együtt szeretnénk működni. Nagyon nehéz úgy együttműködni, hogy az együttműködő partnerrel érdemben nem egyeztetnek, és a sajtóból, a televízióból tudjuk meg azt, hogy milyen döntések várhatóak, és ebben az együttműködésben folyamatosan olyan döntések születnek, amik nem feltétlen tartoznak a koronavírus járvány megelőzésére, illetve a járvány elleni küzdelem ennek nem feltétlenül része. Ez a különleges gazdasági övezet, ez egy jó javaslat és ötlet. Mindaddig, amíg ebben bele van vonva a helyi önkormányzat, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon világosan mutatja azt, hogy önkormányzatok nélkül kíván a kormányzat a továbbiakban is gazdaságfejlesztési kérdésekről beszélni, és olyan eszközökhöz nyúlt, amihez eddig még soha senki, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy egy bizonyos összeget befektetnek egy ilyen munkahelyteremtő projektbe, hanem teljes mértékben kiadják a települési lakókat képviselő önkormányzatot, és elviszik a bevételeket is, azokat a bevételeket is, amik eddig az önkormányzatok működését szolgálták, állami feladatokat láttak el, mondjuk bölcsőde, óvoda és más területén. Világosan látszik ez az üzenet. Göd példája hamarosan elterjedhet akár Pest megyében vagy a fővárosban, és ez nyilván annak a harcnak a része, aminek eredményeképpen teljes mértékben le kell gyengíteni azt a szektort, amelyik konkurense lehet a politikai küzdelemnek 2022-ben. Itt nem feltétlenül az önkormányzatokra gondolok, hanem azokra a személyekre, akik annak esetleg hátteréül vagy segítségül szolgálhatnának, vagy azoknak a szektoroknak. Ez nagyon-nagyon barátságtalan, több mint barátságtalan lépés. Nem mondom ki azt, amit én gondolok erről, mert akkor esetleg még bíróságra is járhatnék, mert olyanokat mondok, amik nem tetszenek majd esetlegesen politikai hatalomban lévőknek. Ez nem együttműködés, egész egyszerűen ez egy politikai hatalom megőrzésére és újra győzelemre vitelére ez való asszisztencia. Persze ez nem degradálja a vírus elleni küzdelem jelentőségét, hiszen nyilván baj van, hiszen megpróbálnak az önkormányzatok erőn felül teljesíteni ebben a küzdelemben, de eközben az eszköz nélküli harchoz a saját eszközeiket veszik el, lásd gépjárműadó, lásd parkolási díj, lásd idegenforgalmi adó, és most itt ez a gazdaságfejlesztési övezet, de számos ilyen napi gyakorlattal bejelentett döntésnek vagyunk az elszenvedői, ami nagyon nehezíti a mostani koncentrációnkat a koronavírus elleni küzdelemben, a lakosság védelmét, a lakossággal való együttműködést, a lakosság partneri szerepkörét kell megtalálnunk a különféle lehetőségekkel, eszközökkel. Nagyon jó példáit látjuk ennek több helyen. Eközben egyébként egy másik oldalról is támadnak minket, ami nyilván nem a vírus és nem a vírus elleni küzdelem. De jogilag hogy látja ezt, mert Gödöllő polgármester említette, hogy hát azért elég kétséges az, hogy egy megválasztott, tehát választáson szereplő és megválasztott testülettől vonnak el jogokat, és adnak át egy olyan testületnek, amit nem választott meg senki. Hát igen, ez pontosan így van. Ugye a megyei önkormányzatok azok ugye pártlista alapján kerülnek kiválasztásra, tehát egyértelmű politikai erő a viszonyok alapján történik az ő
mandátum kiosztásuk, helyben pedig nyilván a személyekre választanak az emberek, elviszi oda a bevételt, ráadásul olyan jogosítványt ad, kifejezetten területi és helyi kapcsolatokban nem érzékeny és nem kompetens szereplőnek, egy pár politikai által vezetett testületnek, hogy ezt a pénzt, amit ugye begyűjt ilyen formában, azt visszahossza a nagy területén, úgymond gazdaságfejlesztési kérdésekre. Így elvileg Göt pályázhatna saját pénzére is. Nem vagyok nagyon pessimista, hogyha arra gondolok, vagy azt gondolom, hogy ők ugyan pályázhatnak, de nem fogják ezt a saját forrást visszakapni, hanem ez átmegy olyan területekre, ahol mondjuk az elmúlt időszakban nem volt elég aktív a helyi település, a helyi önkormányzat, nem teremtett gazdaságot, nem segítette a gazdasági építkezést, amit a kormányzat is nyilván igyekszik megtenni, azoknak most ezekből a forrásokból visszaosztanak. Hát ez egy... A Pest megye területén mindenkinek van lehetőség azért gazdaságfejlesztésre, ezt ne felejtsük el, nem, most nem éppen Szabolcsról vagy. Értem, de ez egy nagyon, hogy mondjam, csak megengedő megközelítés, mert az ember azt is feltételezhetné, hogy esetleg ezeket a forrásokat olyan önkormányzatokhoz csoportosítják, amelyek nem ellenzéki vezetésűek. Hát biztos vagyok benne, hogy így fog történni, tehát ez nem kérdés. Ez nem kérdés, hát innentől kezdve nézzük meg Gödnek a vezetését, ugye Göd is beszólt néhányszor, és nyilván ezt a forrást a szektoron belül fogják szétosztani, tehát a kormány még azt is mondta, hogy én nem vettem el, egy másik választott testület döntött arról, hogy egy megye fejlesztése kapcsán hova kell allokálni ezeket a forrásokat további gazdaságteremtés céljából. Ez kitűnő kommunikációs felület, és közben tönkretesznek térségeket, településeket, vállalkozókat, hiszen ezeknek a cégeknek beszállítói vannak, tönkretesznek fejlesztési elképzeléseket, hiszen a gödieknek is és a környékbelieknek is joguk van ahhoz, hogyha a környezeti teher mondjuk egy ilyen hatalmas beruházásnál az ő településeket érinti, hogy abból a pénzből ők is megpróbálják a komfortosabb körülményeket biztosítani az ott lakók számára. Tehát azért azt gondoljuk el, hogy egy ekkora beruházás azért az nem akármennyi, annak van egy környezeti terre, ott van forgalom, ott van bölcsőde, óvodaigény, és sorolhatnám tovább. Ezt a helyi önkormányzatnak kötelező feladatként kell ellátnia, és az ott lévő embereket terheli. Tehát ez az úgynevezett büntetés, ha nem rám szavaztok, akkor nem lesz pénzetek című folyamatnak a folytatása. Én ezt őszintén kimondom, engem aztán innentől kezdve nem, tehát engem nem, az nem érdekel, hogy most megpróbáljanak, hát próbálkozzanak, folytsák meg az önkormányzatokat, nyilván meg lehet a fővárost, a kerületeket, a megyei városokat, ahol nem fideszes vezetés van, így folytani, de ez nem egy ország, és nem egy országfejlesztés, nem egy együttműködési felület, ez egy kifejezetten politikai játéktér, ami most már látszóan a kormányzat bizonyos jellegű kopásai, politikai kopásai miatt újra építkezéshez számukra feltételként szükséges. Ez azt is jelenti, hogy az a remény, amit sok ellenzéki vezetési önkormányzat táplál, hogy tudnék, ebben az ügyben hát mindenkinek össze kell fogni, mert mindenkit érint, tehát a fideszes is összefoghat a Momentumossal, vagy éppen a, mit tudom én, DK-ssal. Az nem teljesül, mert a fideszesek számíthatnak arra, hogy azért ők több pénzt kapnak, vagy jut nekik. Ez itt csak a Fidesz, tehát ügyek elmondták, ez választási kampány szlogénnyom, hogy csak a Fidesz. Minden tekintetben érvényes, ők csak saját magukra koncentrálnak, aki behódol azt, vagy életbe hagyják, talán még segítik is, aki meg nem hódol be, azt pedig egész egyszerűen háttérbe szorítják. Ez világosan látszik, és ezt most ugye önkormányzati szektorra lebontva teszik, de azt most ezzel a újabb jogszabállyal szelektálásra ad lehetőséget, tehát itt lehet szelektálni, mert a gépjármű adót mindenünnen elveszik. Ugye a idegenforgalmi adót mondjuk az egész Balaton partjáról elveszik, a parkolási kérdést a megyei guvárosoktól elveszik. Itt mindenki vesztes. De ebben a megoldásban a fejlesztési pénzek már, és annak következményei már gyakorlatilag visszacsoroghatnak a kormánypárthoz közel állókhoz, úgy, hogy még azt is elveszi, ami eddig ott volt. Tehát ez ebben a gusztustalan. Tehát nem azt mondja, hogy én most fejlesztek egy ipari övezetet állami pénzből, netán uniós forrásból, és ez még sok kérdést vett föl, és ennek a fejlesztésnek a következményeit már én akarom élvezni.
az egy másik szituáció, de amikor a korábbira ráteszi a fejlesztés, és a korábbi bevételeit is elveszi ennek a gyárnak, ami egy település teljes mértékben tönkretesz, ez tisztességtelen, ez nem tisztességes gazdaságfejlesztés, ez szektor, nem szektorsemleges gazdaságfejlesztés, ez egy politikai gazdaságfejlesztés, aminek a következménye az elmúlt időszakban, következményeit az elmúlt időszak után is láthatjuk, hiszen a magyar gazdaság nem versenyképes. A vírus elleni küzdelem sokkal egyszerűbb lenne, ha egy versenyképes erős gazdaság lenne, tudna forrásokat biztosítani a munkanélküliségre, tudna forrásokat biztosítani a gazdaság újrateremtésére. Most úgy biztosít forrásokat, hogy elveszi másoktól az ott lévő mindennapi élethez szükséges feltételeket. Ezt 15 közgazdász világosan leírta egyébként, és nem akárkik vannak közöttük, többek között Orbán kormány volt pénzügyminisztere. Mit tehetnek a önkormányzatok, ha már a kötelező feladataik ellátására sem lesz pénzük? Nézd, itt az önkormányzatok jelezhetik, ha jelzik, büntetést kapnak. Lásd a 13-14 kerületi polgármester levele, miután egy pillanatról a másikra vasárnap elvették a parkolási bevételeket. Tehát mindig van visszaüzenet, mindig van visszadöntés. A politika részéről én azt mondom, az a tisztességes, ha a polgármesterek kiállnak saját magukért, de kétségeim vannak abban, hogy azok a polgármesterek, akik azt remélik, hogy ebből majd hasznot húzhatnak, azok meg fognak szólalni, nem fognak megszólalni. Itt néhányan leszünk, akik el fogják mondani a véleményüket, és ezt nem magunkért tesszük, hanem egy országért tesszük, hiszen az önkormányzati rendszer elengedhetetlen feltétele, egy jól működő önkormányzati rendszer elengedhetetlen feltétele egy jól működő országnak. Ha ezt a szektort kiírtják, ki lehet, le lehet gyengíteni mind az egészségügyet, oktatást és a többit, le lehet teljes mértékben nullázni, gazallussá lehet tenni, függővé lehet tenni, de ez nem fogja segíteni egy hatékony kormányzást, egy jól működő gazdaságfejlesztés hátterének biztosítását egy országban, már pedig a következő egy-két esztendőben ez elengedhetetlen. Ezt nem lehet egy pártközpontból irányítani. Lehet, csak annak nyilván lesznek következményei. Na de mondjuk ugye az idős gondozást, ha vesszük, amit a kormány a települések, az önkormányzatok feladatává tett. Ha nincs pénz, akkor ezt nem tudják ellátni. És ez mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem a polgármester lopja el a pénzeket az idősek elől, hanem nincs. Ezt az ellátást egy darabig kell csinálni, nyilván, amíg a válsághelyzet tart. Ez nem ró akkora terhet, amit nem lehet megcsinálni, inkább logisztikai feladatokat ad, ezt mondjuk meg őszintén, és ugye ennek a költségeinek egy részét az illető vállalja. Tehát a gondozást úgy kell megvalósítani, hogy nyilván ha ebédet kap, akkor azt ki kell fizetnie, nyilván abban kell helyi kedvezménynek lennie, meg a szállítási költségeket hozzá kell tennie. Nyilván a települési önkormányzatnak nem ez a fő gond, ezt meg lehet oldani. Ha valóban akkora lesz itt a létszám a megbetegedése kapcsán, amit én nem gondolok, mert szépen alakul ez azért, hál' Istennek a jó irányba, majd meglátjuk. Jó lenne látni a valós adatokat. Az az érzésem, hogy ezek az adatok nem teljes mértékben fedik a valóságot, de ez saját megjegyzés és saját vélemény, mielőtt bárki pánikkeltéssel vádolna, ezt saját véleményt el lehet mondani, orvos is vagyok e tekintetben, nem kapunk megfelelő információt azokról arról a helyzetről, ami Magyarországon van, ezért nagyon nehéz véleményt formálni, és jövőképet látni. De itt most ugye települési működésről beszélünk, amihez nyilván látni kellene ennek az egész folyamatnak részben a kifutását. Egy részét persze nyilván a kormányzat sem látja, tehát azért itt azért naponként változhat a helyzet, de azért látszik, hogy lelassult a folyamat, látszik, hogy az állampolgárok fegyelmezett magatartása következtében, itt a kijárási tilalmat értem és minden mást, azért lecsökkent az üteme bizonyos tekintetben a növekedésnek, és az a krízis helyzet, ami adott esetben kialakulhat, vagy kialakulhatna, vagy kialakulhatott volna, de ez mind-mind feltételes mód, de nem tudjuk, az úgy tűnik, hogy sikeresen vissza van szorítva. Ebben mindenkinek szerepe van. Nyilván, itt most egész másról beszélünk, én azt gondolom, hogy itt arról a jövőképről beszélünk, ami egy politikai pártnak a jövőképe, hogy egy fólusú lesz-e az irányítás egy pártközpontból, mint volt már ilyen Magyarországon, és mindent onnan irányítunk, és mindenkinek be kell
törnie a rendszerbe ahhoz, hogy működni tudjon, vagy pedig egy kétpólusú demokratikus berendezkedési ország lesz, hogy a helyi lakosság is bele tudjon szólni az ő saját környezetének alakításában, a helyi viszonyoknak a meghatározásában, a választott testületén keresztül, illetve azokon a civil és egyéb más mozgalmakon keresztül, ami helyben nagyon komoly aktivitás mutat. Ez a kérdés, ez fog eldőlni most. Na de még egyszer, ha nincsenek pénzek, akkor mondjuk a részvételi költségvetésről, ami a civilek beleszólását jelenti valamilyen mértékben, nem beszélhetünk, fejlesztések nem lehetségesek. A polgármesterről azt mondják a helyiek, hogy hát tetszett volna neki nem ellenzékinek lenni, akkor most nem állnánk. Úgy nagyon gyorsan megfordul az emberek hangulata. Szóval akkor mit tesznek ezek a települések, és mit tehetnek azok a polgármesterek, akik fölvállalták ezt az 5 évet? Küzdenek a maguk eszközeivel. Igyekszenek a saját maguk településén megtenni mindent abban a mozgástérből, ami rendelkezésre áll, és megpróbálják elmondani az embereknek, hogy ennyi van a pénztárcában, többet nem tudunk adni, mert elvették. Az a típusú folyamat, ami tetszett volna a kormánypárti polgármestert választani, ez nagyon jó, de ha mindenütt kormánypárti polgármester van, akkor a torta, amelyik egyébként kisebb, az ugyanezt a szeletelése ugyanezt a problémát fogja felvetni. Tehát ez nagyon érdekes, még nagyon jó, de hogyha úgy osztogatják a pénzeket, amiből nincsen, akkor ugyanúgy fognak egymásnak esni a különböző politikai, vagy nem politikai fórumokon ezek a választott emberek. Végül is volt már ilyen időszak, amikor egy polgármesterből lehetett választani, ezt el lehet nyilván játszani, hogy ő az, aki hozza a pénzt, akkor ő rá kell szavazni, ő pedig ehhez a politikai erőtérhez kapcsolódik. Én végigmentem már sok mindenen, megéltem egy pár dolgot, végigvittem 30 év önkormányzati rendszerét. Ennek a jövőképét nagyon sötéten látom. Ez egyszerűen arról szól, nagyon egyszerűen és lekopaszítva, hogy a helyi lakosság engem nem érdekel, engem a magam politikai erőtere érdekel, és azt egy nagyon profi kommunikációs rendszeren keresztül, már egy kialakított kormányhivatali rendszeren keresztül, és nyilván a most megszerzendő polgármesteri rendszer keresztül tudom kézben tartani. Őket irányítom, őket fogom rövid pórázba, az összes többi innentől kezdve nem érdekel. Nekem nem ez a jövőképen, tehát én egy polgármester vagyok, aki 30 év után nagyon elkeseredetten látom a jövőt, a magam dolgát a polgármester kollégákkal, akik így gondolkodnak, meg fogom tenni. Továbbra is együttműködve a vírus elleni küzdelemben, továbbra is együttműködve minden olyan kérdésben, az ország jövője szempontjából fontos, de a településünk védelmét a magunk testén keresztül tudjuk megtenni, az egy darabig még lehet, hogy működik, aztán utána ki tudja. Itt egy dolog van, és nem akarok én politikát csinálni. Nyilván, ha ez megfelel a közel 10 millió embernek, akkor ez fogja adni a voksát, ha nem felel meg, akkor nem ez fogja adni a voksát. Én így látom a jövőképet, a jövőt, és nyilván majd valamikor lehetőség lesz szélesebb körben ebbe beleszólni. Még csak egy dolgot engedje meg, ezek a helyi megoldások, amik még ugye a járvány elején látszottak, hogy az emberek megpróbálják itt helyben elintézni, megszervezni a dolgaikat, erősödnek a közösségek, összetartások vannak, ezekben nincs semmi reménykeltő? De van, hogy ne lenne. Sőt, ennek a járványnak ez egyik pozitívum, hogy segíti ezeket a közösségeket erősíteni. Segíti az embereket szolidaritáson mentén gondolkodni, segíti az embereket fegyelmezetten a közösség érdekében gondolkodni. Rengeteg adomány, rengeteg felajánlás, rengeteg ötlet, rengeteg jó kezdeményezés indul el. Persze, csak az önkormányzat ad egy bizonyos keretrendszert ehhez. Tehát ezt nem lehet egy pártközpontból irányítani. Tehát az önkormányzat ad egy keretrendszert. Ezt kell megérteni, hogy egy ekkora nagy összes olyan dolognál, menjünk vissza egy picit meg, és nem tudok megkerülni a politikát, ahol államosította. Lásd hulladékgazdálkodás, lásd oktatás, lásd egészségügy, ahol nem támaszkodnak erre a helyi erőrendszerre, igazán nem támaszkodnak rá, ott mindenütt többletköltségek vannak, nehézkesen működik, és alacsonyabb színvonalon. Ennyi a lényeg, és ezt kell megérteni, hogy mi ott vannak feladatok, amit talán hatékonyabban tudunk ellátni. Például lokális gazdaságfejlesztést, például azokat a lehetőségeket megragadni, mondok egyet, hogy most az önkormányzati rendszer
ennek ebben a stádiumában olyan kormány által garantált hiteleket lehetne fölvenni, amiből például egy árdát, utat lehetne építeni, adna lehetőséget a kisvállalkozóknak, akik útépítésben, mélyépítésben érdekeltek. Rengeteg ilyen fejlesztés van elmaradva. Hogyha betolnának egy kicsi pénzt, az önkormányzatokra számítanának, ha mi tervezhetnénk utakat, akkor egy óriási dolgot tudnánk megoldani a következő 1-2-3 évben, ami egyébként mindenütt probléma, az utak, a járdák, a vízelvezetés kérdése, mert ebből vettek ki az önkormányzat, ide nem tettek bele elegendő pénzt, én csak egyetlen egy dolgot mondtam. És ebben elképesztő együttműködési lehetőséget csinálni, de ezt sem lehet csinálni, mert az út az nem fideszes, meg nem fideszes, mint hogy a vírus sem fideszes, meg nem fideszes. Tehát ebben azt gondolom, hogy el kéne jutnia odáig a hatalommal rendelő politikának, hogy igenis szükségünk van rátok, segítsetek, segítünk nektek, működjünk együtt. Ez a nyitottság megvan a polgármesterek részét. De ha ez hatalompolitikát jelent, és erődemonstrációt, az egyrészt elkeserítő, másrészt nem abba az irányba viszi a dolgokat, ami a teljes ország szempontjából és a lokális közösség szempontjából előre vívő lehet. Köszönöm szépen, itt volt velünk, további jó reggelt. Én is köszönöm szépen. Minden jót. Gémesi Györgyöt hallották, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Gödöllő polgármesterét. És itt a ma reggeli műsor vége. Burger Lajos, Ricsovics Kinga, Zsidai Péter, Kovács Veronika, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!